Szerencsén a birkózásnak hagyományai vannak. A tavalyi év július 3-án első alkalommal szervezték meg a volt szerencsi birkózók találkozóját. A több mint 20 résztvevővel megrendezett eseményen a sportág egykori és jelenlegi művelői vettek részt. A helyi birkózás 2000-ben Illési László szervezte újjá, azóta számos országos döntőn álltak dobogóra a szerencsi szakosztály fiataljai. A sikerek az elmúlt hónapokban folytatódtak. Én úgy gondolom, hogy a mi lehetőségünkhez mérten mondhatom a szerencsétlenségnek, hogy talán sikeresen zártuk ezt az évet, illetve ezt a szezont, hisz a nyár utolsó versenyével a június derekán megrendezett serdülő magyar bajnokságon nagyon szép eredményt tudtunk elérni. Koncz Bence a serdülő 67 kg-os korosztályban országos második helyet tudott elérni. Ez azért különösen érdekes, mert mi heti két edzéssel versenyzünk olyan csapatokkal szemben, mint a Ferencváros vagy a Budapesti Vasas, ahol korosztályonként főállású edző foglalkozik a gyerekekkel heti 5 alkalommal, szükség esetén többel, és ilyen gyerekeket tudott maga alá gyűrni a Bence, és gyakorlatilag ezzel, ha azt mondom, hogy kicsikét nagyobb önbizalommal áll fel a szőnyegre, akkor talán még a döntőben az első helyet is hozhatta volna. Ez szerintem mindenképp a mi részünkre egy komoly eredmény. Mi a titka annak, hogy szívesen látogatják a legifiabbak ezeket az edzéseket? Erre a kérdésre talán azt a választ tudnám adni, hogy a gyerekeknek a sportozó szoktatásában az edző egy eszköz, és így is kell kezelni ezt a beosztást, vagy ezt a feladatkört, és gyakorlatilag az a munkája az embernek, hogy lehetőséget biztosítson a gyerekeknek a mozgáshoz, irányítani kell őket. A birkozás az egy olyan érdekes sport, hogy természetszerű mozgásformája a gyereknek. Minden gyerek szeret birkozni az apjával, amelyik nem az sajnos beteg. Én úgy gondolom, én 3 fiúgyermeket neveltem fel, és tudom az, hogy szeretek a nyakamba csüngeni. Tehát gyakorlatilag nekem a háttérbe kell szorulni, és irányítani kell az ő munkájukat, terelgetni kell, inkább így fogalmaznék, és hagyni kell őket kibontakozni. Ezt a gyerekek megérzik azt, hogy az ember szeretettel foglalkozik velük, és hát talán most már 10 év távlatában mondhatom azt, hogy hirdetés nélkül, talán szájról szájra megy a szülők körébe az, hogy van egy ilyen lehetőség, és gyakorlatilag a 3 éves kortól 18 éves korig megtalálható minden gyerek a szőnyegen. Mennyire költséges sportág a birkózás, illetve biztosított-e a szakosztálynak a pénzügyi feltétel a működéshez? Én úgy gondolom, hogy az első évek nélségén túljutva, hogy a költségről beszélünk, a legnagyobb költség egy birkózó szőnyegnek a megvásárlása, ami adott esetben akár 1 millió forintot is feltételez. Mi a lehetőségek szerint a legolcsóbb lehetőséget választottuk. Annak idején egy támogatásból 150.000 forintért vásároltunk 10 négyzetméteres szőnyeget, ami szőnyegtáblából jön össze, illetve szintén egy támogatásból 100.000 forintért egy kamion ponyvát varó céggel varattam egy ponyvát, és ez a össz legnagyobb költség. Aztán pályázatokból sikerült beszerezni birkozóbábút, és gyakorlatilag innentől kezdve nincsen más költsége, egy hely kell, ahol a gyerekek mozoghatnak. A szülőknek szoktam mondani, hogy amikor lejönnek és megnézik a birkózást, hogy milyen eszköz kell hozzá, egy tornanadrág, meg egy tornacipő, semmi más. Ez a legnagyobb költsége, és utána szeretni kell a sportágat. Azok az ifjú sportolók, akik Illési Lászlóval 11 évvel ezelőtt gyerekként kezdték az edzéseket, az idén befejezik középiskolai tanulmányaikat, így valószínű, hogy a sportolást is a felsőfokú oktatási intézményekben folytatják. Az egyesületben a kisebbek viszont elérik azt a korhatárt, amikor már nevezhetők a versenyekre, diákolimpiákra, abban a reményben, hogy ők is a legjobbak közzé kerülnek majd. Talán az sem véletlen, hogy az idén április 20-án Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke Szerencsnek a birkózó város diplomát adta át. Az elismerésért megdolgoztak az egykori és a jelenlegi birkózók egyaránt.